Bizonytalanságot, minőségromlást okoz az oktatási intézmények államosítása, ezt állítja az MSP. A baloldali párt helyi képviselői erőltetetnek nevezték az államosítást, ami szerintük átláthatatlanná teszi a finanszírozást és megnehezíti az iskolákban folyó munkát. Gőzerővel folyik az oktatási intézmények erőltetett államosítása, jól lehet, a közoktatási rendszer jövője továbbra is homályos. Ezt mondják a szocialisták. Az MSZP azután nyilatkozott a kérdésről, hogy a múlt heti közgyűlésen nemet mondtak a Nyíregyházi iskolák államosítására. Az ellenzéki politikusok szerint az átalakítás bizonytalanságot, minőségromlást okoz átláthatatlanná teszi a finanszírozást és megnehezíti a tanárok munkáját, a pedagógiai tevékenység rovására megy, már csak azért is, mert évközben kell eltározni. Az MSZP-sek hozzáfűzték, az államosítás előtt figyelembe kellett volna venni a kormánynak, hogy például a megyei jogú városok képesek lettek volna nem csak üzemeltetőként, hanem fenntartóként is működtetni az iskolákat. Ám az új szabályozás alapján csak üzemeltető lehet az önkormányzat, ám még ezt a funkciót sem töltheti be minden oktatási intézményben. Nyíregyházán, is ugyanúgy, mint minden más városban a gimnáziumok, illetve az általános iskolák működtetésére van lehetősége az önkormányzatnak. Ezt mi is megszavaztuk, hiszen legalább ennyi beleszólása lehetősége lesz a nyíregyházi önkormányzatnak is, de például a szakközépiskoláknak az üzemeltetésébe már nem vállalhat részt nyíregyháza, így az állami fenntartásba kerül, és ezekkel a döntésekkel természetes módon nem értünk egyet. A baloldaliak hozzáfűzték, bár az államosítást nem támogatják, ebben a helyzetben az önkormányzat üzemeltetői funkciójára igen mondtak, mert úgy látják, legalább ilyen módon mégis beleszólhat majd a város az iskolák működtetésébe. Kiemelték, szerintük a költségcsökkentés érdekében megvalósított államosítás nem teszi olcsóba az oktatást, sőt a végeredmény szerintük drágább lesz, mint a korábbi rendszer. A szocialisták végül a közgyűlésen tárgyalt különböző pályázatok kapcsán megemlítették, nem kaptak elegendő információt a sóstói nagy projektről. Azt mondják, a város vezetése nem tud választ adni arra a kérdésre, hogy a hételemből álló beruházás során pontosan mi és mennyiből fog megvalósulni.